Fiúk is megkaphatják ezt az oltást. Természetesen. A humán papillomavírus rövidebb nevén HPV okozta rákos betegségekről, annak a megelőzéséről és a védőoltásról kaptak tájékoztatást a 7. B-osztályos diákok a Szekszárdi Baka István általános iskolában. Stix Mária osztályfőnök elmondta a tanulóknak, hogyan lehet még egy pár napig igényelni az ingyenes védőoltást. Magyarországon 2014 óta van erre lehetőség. Azóta a szekszárdi iskolában is minden tanév kezdetekor a védőnő tájékoztatást tart a 7. évfolyamon a védőoltás fontosságáról. A szülőket írásban tájékoztatják erről, akik nyilatkozhatnak arról, hogy igénylik vagy sem az oltást. Az iskola igazgatója azt mondja, évről évre egyre több szülő dönt a vakcina beadatása mellett. Miután megtörtént az igényfelmérés, itt az iskolába, az orvosi szobába, az iskolaorvos segítségével kapják meg majd az oltást szeptember második felében vagy október első felében. Előzetes tapasztalataink azt mutatják, hogy a szülők nagy többséggel élnek ezzel a lehetőséggel és beadatják gyermekeiknek a védőoltást. A HPV vírust szinte minden nő és férfi elkapja élete során. A vírus azért veszélyes, mert az összes daganatos megbetegedés 6%-áért tehető felelőssé, és egyelőre nincs rá gyógymód. A védekezés egyik fő pillére a HPV elleni védőoltás. A jelenleg elérhető legszélesebb körű védettséget a 9 komponensű oltás nyújtja, mondja Rátkai Ildikó gyerekorvos. Azért a 12-13 éves gyerekeket oltjuk, mert akkor a leghatékonyabb az oltás, hogyha még a nemi élet kezdete előtt kapják meg a gyerekek, és tehát akkor, amikor még nem találkoztak a vírussal, és ebben az életkorban a legerősebb az immunválasz, tehát termelnek legtöbb ellenanyagot is. A méhnyakrák, amelynek kialakulásáért az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint szinte kizárólag a HPV a felelős, a mellrák után a második leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés a nőknél. Magyarországon évente mintegy 400-an halnak bele, pedig a rendszeres szűrővizsgálatokkal és a védőoltás segítségével megelőzhető lenne a baj.